Kicserélték a George Pál Filmszínház két elavult, korszerűtlen gázkazánját. A beruházás műszaki átadás átvétele ma zajlott a moziban. A kazánok cseréjére nagy szükség volt, hiszen majdnem fél évszázadon át szolgáltak. Öröm a város számára, a városlakói számára is, az önkormányzat támogatásával kicserélésre került közel fél évszázados gázkazánok, majdnem egy idős velem, egy Erka Super 100 kW-os és egy Hőterm 50 kW-os kazán, míg közel 50 évesek voltak. Ezekhez már alkatrész nem volt, elavult a technológia, sokat fogyasztottak. A kazánok cseréje a mozi épületenergetikai korszerűsítési tervének köszönhetően valósult meg. A Ceglédi Televízió által üzemeltetett, önkormányzati tulajdonban lévő épület korábbi födémszigetelésén túl kicserélték a mozi szintén több évtizedes légkondicionáló berendezéseinek nagy részét, tavaly ősszel pedig napelemrendszer telepítettek az épület tetejére. Az energiatakarékosság hosszú távon kifizetődő, mondta a szakember. Energetikai korszerűsítés címszó alatt megvalósult egy fűtéskorszerűsítési projekt, ami itt a hátam mögött látszik, kettő darab kondenzációs kazán került beépítésre, ami közel 30%-os energiamegtakarítást hoz fűtésszámlában a mozinak a működtetésében. Az energetikai beruházások hozzájárulnak ahhoz, hogy a moziépület gazdaságosan működjön, ezáltal pedig jelentős megtakarítást érjen el.